Újabb lazítások lépnek életbe, de továbbra is az oltás felvételét javasolják a szakemberek. Sok kérdést kaptunk munkavállalóktól is a témával kapcsolatban, ezekre is keressük a választ a mai Barcsi Krónikában. Jó estét kívánok! A képernyőn olvasható elérhetőségeken továbbra is várjuk megkereséseiket, észrevételeiket, javaslataikat műsorainkkal kapcsolatban. Kezdésként lássuk röviden a képes tartalomjegyzéket. A lazítások ellenére nem nyitotta meg kapuit a Dráva közérdekű muzeális kiállítóhely, felújítják az épület belső tereit, június elejére tervezik a nyitást. Meccsre, étterembe, szálláshelyen ki és milyen igazolványt kérhet el? Milyen tapasztalataik vannak a szolgáltatóknak a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban? Ha a dolgozó nem oltatja magát és kiesik a munkából, azt sokszor a foglalkoztató pénztárcája bánja. Kit mire kötelezhet a munkáltató? Jogászt kérdeztünk a témában. Újdonságokkal indult az idei vizitúra szezon. Már a diákokat is várja a Dráva egy sikeres pályázatnak köszönhetően, de az egynapos túrákat is egyszerűbben bonyolítják a szervezők. Évek óta stabilan számíthatnak a Bacstex Kft-re a megváltozott munkaképességűek a városban. Az önkormányzati tulajdonú cég működéséhez hosszú idő óta nem kell plusz támogatást adni a városnak. Érkeznek az újabb lazítások, ám úgy fest, a védettségi igazolvány még sokáig az életünk része marad. Az éttermek, büfék teraszain enélkül is fogyaszthatunk, de be már nem mehetünk a zöld kártya nélkül. Ki és hogyan ellenőrzi ezt, milyen okmányokat kérhetnek még tőlünk az ellenőrzések során? Sportrendezvényektől a nyaralásig igyekeztünk utána járni, hogy hol kell, illetve hol mellőzhető a védettségi igazolvány. Döcögősen éled újjá a magyar vendéglátás. A korlátozások enyhítésével a barcsi vendéglősök újra helyben szolgálják ki vendégeiket, azonban itt egy újabb kitétel. A belső tereket csak a védettséget igazoló okmánnyal használhatják a vendégek. A kezdeti kérdések után most már többnyire biztos iránymutatások alapján ellenőrzik a dokumentumokat Barcson is. Tulajdonképpen három pillér van, amit feltétlenül meg kell említeni vendéglátóegységek esetében. Az egyik a 6 éves kor, 6 éves kor alatt nem kötelező maszkot viselni. A másik a zárt tér, illetve nem zárt térnek az ismerete, a harmadik pedig maga a védettségi igazolvány. Az alap az az, hogy vendéglátó egységbe, aki belép, mindenkinek maszkot kell viselnie. Ha zárt térbe kíván valaki vendég lenni, akkor felszólítás nélkül tulajdonképpen igazolnia kell a védettségi igazolványával és a személyazonosító okmányával azt, hogy ő be van oltva, ekkor jogosult arra, hogy az asztalnál helyet foglalva, étel-italfogyasztás során, illetve összességében ülve bent tartózkodjon. Aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, a kerthelyiségben foglalhat helyet, a vizes blokkokat csak maszkban használhatja. Sok esetben azonban a teraszok a zárt térből közelíthetőek meg. A zárt térben való tartózkodás nem csak, mint vendégként, étel-italfogyasztás időtartamára, hanem bármi okból kíván a vendégtérben tartózkodni, a maszkviselés a számára kötelező. Akár a mosdóhasználat miatt, akár a belső térben való közlekedés miatt, akár mert a pincértől akar valamit, vagy fizetni szeretne, de a külső vendégek számára, akik ételt-italt jönnek elvitelre vagy kiszállításra megrendelni, megvárni, fizetni, az ő számukra a maszk viselése minden feltételek között kötelező. A jelenlegi szabályozás nem teszi kötelezővé, hogy egy vendéglátóhely minden dolgozója védettségi igazolvánnyal rendelkezzen, számukra csak a maszk kötelező használatát írják elő. A vendégeknek azonban jelezniük kell egy asztalfoglalás esetében, ha a társaságban akad olyan, aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal. A nyitással kapcsolatban már most vannak, és voltak már múlt héten asztalfoglalások, ahol a vendégek előre jelezték azt, hogy van a vendégeik között olyan, akinek nincsen védettségi igazolványa, van-e arra mód, hogy X létszámban helyet foglaljanak kint a teraszon. Ezeket célszerű a vendégek részéről a konfliktusok elkerülése véget már előre jelezni.
Az a jogszabály, ami kimondja, hogy kik tartózkodhatnak védettségigazolványa zárt térbe, az teljesen egyértelmű. El kellene kerülni azokat a konfliktusokat, amikor viták alakulnak ki, hogy nekik szabad-e bent helyet foglalni, vagy sem. Fontos tehát a szabályokat betartani, fontos, hogy ellenőrzésük alatt tartsák a szabályozásokat az üzemeltetők és a dolgozók. Egy kérdést azonban nem lehet elkerülni. Joga van-e, esetleg kötelese a vendéglátóhely alkalmazottja elkérni a személyazonosságot igazoló dokumentumot? Erre is megkaptuk a választ. Semmilyen jogszabály nem mondja ki azt, törvény nem mondja ki azt, hogy én nem lennék jogosult arra, hogy azt ellenőrizzem. Nem tehetem meg, hogy elveszem tőle az okmányait, de arra kötelezhetem, hogy ezt részemre felmutassa. Hiszen ugyanez érvényes élelmiszerboltokban, alkoholtartalmú italok kiszolgálásánál, illetve trafikokban, dohánytermék kiszolgálásánál. A 18 éven aluli gyermekek védettséget igazoló okmánnyal rendelkező kíséretében léphetnek a vendégtérbe. Ha azonban a védett felügyelő távozik a zárt helyiségből, a fiatalra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az igazolmánnyal nem rendelkezőkre, tehát a továbbiakban a kerthelyiségben kell helyet foglalniuk. A vendéglős szerint alkalmazkodóak a vendégek és türelmesek, jól veszik az akadályokat. Alkalmazkodnak a szálláshelykeresők is, leginkább úgy, hogy oltakoznak. Csapodi Balázs, a Pannon Gasztronómiai Akadémia tanácsadója hosszú évek óta dolgozik a vendéglátásban. Úgy látja, az egyetlen élhető út az idei sikeres szezonra az oltás, és vele együtt a védettség megszerzése. Én úgy érzem, hogy az életem sem a védettség igazolvány oldaláról kell megközelíteni, hanem magáról az oltás oldaláról. Tehát igenis én nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél többen legyünk beoltva, mert ezzel ezt az egész járványhelyzetet sokkal jobban meg tudjuk oldani, mint hogyha most sokan azt mondják, hogy nem akarják beoltatni magukat. Én a saját környezetemben azt látom, vagy akár csak a dolgozóink környezetében, dolgozóinknak a körébe, hogy nagyon-nagyon sokan beoltattuk magunkat. Mi nálunk az étterem dolgozóik közül 99%-ot beoltották, tehát gyakorlatilag egyetlen egy ember van, aki még nincsen beoltva, és azért is sokkal nagyobb biztonságban dolgozunk, és sokkal nagyobb biztonságban tudjuk a tevékenységünket végezni. Csapodi Balázs pozitívan áll a nyári szezonhoz, már most sok esetben teltházas időszakok vannak a júniusi időszakra, a külföldi vendégek azonban biztosan hiányozni fognak. Ugye ez most van még kidolgozás alatt ez az egész, hogy külföldiekre milyen jogszabályok és hogyan fognak vonatkozni, nem csak nálunk Magyarországon, hanem egész Európában. Minden egyes ország a saját rendelkezéseit most dolgozza ki. Van, aki már 90%-os kidolgozottságban elkezdte a működését, itt gondolok például akár Görögországra, vagy most már látjuk, hogy Olaszország vagy Ausztria egyre jobban dolgozza ki, ezt is hogyan indítsa újra a turizmusát. Egy biztos, valamilyen módon azt mindenképpen el szeretném mindenki kerülni, hogy itt egy újabb dolgokon bárhol is kialakuljon, és ez a járvány az meg is nagyon-nagyon elterjedjen. A tanácsadó elmondta, az idei szezonban az eddig ismert adatok alapján lesz dolga bőven a vendéglátásban dolgozóknak, legyen az kis vendéglő, szálláshely vagy szórakozóhely. Magyarország több tájegysége is egyre nagyobb érdeklődésre tett szert az elmúlt években, a Velencei tó, a Fertőtó környéke is sok látogatót vonz. A legnagyobb érdeklődés és a legtöbb nyári foglalás azonban még mindig a Balaton térségében van, és ami igazán érdekes, hogy már nem csak a strand szezonra. Igen, az egyértelmű, hogy a Balaton az nem csak a strandolásról, nem csak a napfényről és a vízről szól, hanem arról a csodálatos tájról, ami itt a Balaton környékén van. Arról a borkultúráról, gasztronómiai kultúráról, azokról a csodálatos élményekről, amit itt a Balaton mellett egész évben lehet élvezni. Mindenféleképpen érdemes a Balaton minden évszakban meglátogatni, és mindig a legszebb arcát mutatja a környékünk a tó. Újra nyílt kapuk előtt zajlanak a barcsi sportrendezvények is, így akár az FC Barcs női és férfi labdarúgóit is személyes jelenléttel lelkesíthetjük a Barcsi Szabadidőközpontban. Igaz, a kitétel itt is érvényben van, kizárólag védettségi igazolvány felmutatásával léphetünk be az egyes sportrendezvényekre. Általános irányvel, elvek alapján oltási igazolványal már meg lehet tekinteni a mérkőzéseket. Annyit kell tudni, hogy az igazolványok mellé a személyazonosságot igazoló dokumentumok is szükségesek. Az egyesületek maguk ellenőrzik ezt a lehetőséget, általában a pénztáraknál, illetve a bejáratoknál.
Van olyan egyesület, aki egy bejáratot biztosít, és így meg könnyen megoldható az ellenőrzés. Van olyan egyesület, a nagyobb egyesületek, ahol több rendezőt kellett beállítani emiatt. És a 18 év alattiak pedig az oltott igazolvánnyal rendelkező felnőttekkel szabadon bejöhetnek, és ugyanúgy megtekinthetik a mérkőzéseket. Amit fontos tudni, a szabadtéri mérkőzésekre is vonatkozik a szabályozás, tehát a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők nem látogathatják a nem zárt térben rendezett mérkőzéseket sem. Programok hosszú sora szerepel a Barcsi Sportnaptárban, a vízi és szárazföldi versenyek és túrák listája igencsak hosszú. Legközelebb lesz a vízi varázsvetélkedő többek között az úszodába, ahol szintén ugyanezek a ezekkel a feltételekkel lehet részt venni a sportolókon kívül, és azért még az előzőekhez hozzáteszem, hogy az igazolt sportolók azok továbbra is edzésen, illetve mérkőzéseken részt vehettek. Tehát őnáluk nem volt akkora korlátozás, mint a nézőknél. De szabadtéren is szeretnénk rendezni sportprogramokat, így például Pünkösd labdarúgó tornát szeretném megrendezni most 25-én, de június közepén pedig egy jelentős családi kerékpár túrát, illetve családi programot szerveznek a június 19-ére, ahova mindenkit szeretettel várunk, mert nem csak sportolásról van szó, tehát kerékpározásról, gyaloglásról és futásról, hanem azt követő közben délután pedig gasztronómiai esemény is lesz, illetve egész pontosan kulturális események is lesznek. Az élet jobbára azok számára indult újra, akik beoltatták magukat, vagy más módon jutottak védettségi igazolványhoz. A kormány korábbi bejelentése szerint a védettségi igazolványokhoz kapcsolódó szabályozás augusztus végéig érvényben marad. A hétvégén a miniszterelnök bejelentése szerint közterületeken elköszönhetünk a masktól, viszont valószínűleg a koronavírus még egy darabig velünk marad. Éppen ezért akár munkahelyeken, akár szórakozóhelyeken, éttermekben okozhat még problémát, sőt, ugye megjelent egy új, viszonylag új dolog is, ez pedig a védettségi igazolvány, ami szintén vet föl kérdéseket, hát többek között erről is fogunk beszélgetni stúdió vendégünkkel, dr. Hetzer Bernadett ügyvéddel. Üdvözlöm itt a stúdióban. Üdvözlök én is mindenkit. És hát az előző pár mondatot avval zártam, hogy a munkahelyeken, akkor most kezdjük ebben ezt a beszélgetést a munkahelyekkel mindjárt. Mi a helyzet akkor, hogyha valaki a munkáján dolgozik, és a munkáltatója azt tapasztalja, vagy azt látja, hogy hát koronavírusra utaló tünetei vannak, ilyenkor felszólíthatja, vagy kötelezheti arra, hogy menjen el orvoshoz, vagy vizsgáltassa ki magát, csináltasson egy tesztet, menjen haza? Hát én úgy gondolom, hogy aki koronavírus tüneteit tapasztalja, az ugye önmagán tapasztalja elsőként a koronavírus tüneteit, és úgy gondolom ezek mellett, hogy mindenkinek a jól felfogott érdeke, hogy ilyenkor orvosi segítséget vegyen igénybe, illetve jelezze a munkáltatónak azt, hogy ő megfertőződött, és erre vonatkozó szabályuk szerint ugye tápénzre kell mennie, és hát jön a karanténba helyezés. A munkáltató, hogyha valaki ezeket a tüneteket tapasztalja, nyilván felszólíthatja arra, hogy hát akkor vegyen igénybe orvosi ellátást, menjen el táppénzre, betegszabadságra, ugye kinek mi jár még, és ne vegyen részt a közösségi munkavégzésben, hiszen ez a veszélyt jelentett a közösség tagjaira is a fertőzöttség. Ha már a közösség tagjainál járunk, hogyha esetleg valaki a munkatársán látja azt, hogy valami hasonló tünetekkel rendelkezik, vagy hasonló tüneteket tapasztal a munkatársán, akkor ő megtagadhatja a munkát ilyenfajta gyanú esetén, hogy ő fél, hogy a munkatársa esetleg fertőzött, és akkor ő nem akar dolgozni, ilyen lehetséges? Véleményem szerint nem. Felhívhatja a munkáltatót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, és szólítsa fel a munkavállalót, hogy akkor menjen el orvoshoz, de a munkavállaló nem tagadhatja meg erre hivatkozással, hogy én félek a koronavírustól, és akkor én nem fogok ezért elmenni dolgozni, hiszen akkor vagy ő megy el táppénzre, vagy kiveszi a szabadságát, vagy ha nem, akkor igazolatlan távolléte lesz. Ugye itt ez az a helyzet még, amikor mondjuk a szerencsétlenebbik végkimenetre, hogy valaki elkapja, megfertőződik, viszont mi a helyzet azokkal, akik már mondjuk beoltatták magukat, vagy beszeretnék oltatni magukat a munkavállaló
munkavállaló felé, a munkáltató tehet fel ilyen kérdéseket? Megkérdezheted, hogy te be szeretnéd oltani magadat, vagy mivel oltatod be magadat, vagy rendelkezel védettségigazolvánnyal? Ilyen kérdésekkel élhet a munkavállalói felé a munkáltató? Akkor válaszuk ketté a dolgot. Ugye van az oltás, maga az oltás felvétele, a védőoltás felvétele, és van a védettségigazolvány. A munkáltató alapszabály szerint, és nagy általánosságban nem kötelezheti a munkavállalót arra, hogy a védettségi oltást felvegye, beoltassa magát, nem is kérdezheti meg tőle, hogy ő milyen oltással szeretne védekezni a koronavírus ellen, azt megkérdezheti tőle, hogy beoltatta-e magát, de erre a vonatkozó adatokat ugye az adatvédelem miatt nem tárolhat. Más az, amikor valaki védettségi igazolvánnyal rendelkezik. Igazából nem kérhet védettségigazolványt a munkáltató, amikor valakit felvesz az adott munkaviszonyra, vagy nem kötelezheti a már nála dolgozó munkavállalót arra, hogy védettségigazolványt mutasson be. Ennek a hiánya, illetőleg a megléte nem lehet a munkavállaló javára írni, tehát nem lehet feltétele egy munkaviszonynak, illetőleg a hiánya nem lehet oka annak, hogy a munkaviszony megszüntetésre kerül. Ahogy az oltásra sem lehet kötelezni, a védettsége igazolványra sem lehet kötelezni. Ez megint csak az embereknek a személyes igénye kell, hogy legyen, hogy rendelkezzenek a védettségi igazolványra, azért mert rengeteg szolgáltatást így igénybe lehet venni. Viszont mégiscsak a munkáltató mondhatja azt, hogy én akkor foglalkoztatlak téged, ha te rendelkezel a védettségi igazolvánnyal, hiszen most gondoljunk bele nyári munkavállalás, mennek a diákok erre arra munkát vállalni, mennek felnőttek is természetesen. Előfeltételként nem írhatja elő, de lehet, hogy ez a védettségi igazolvány a rendelkező és a nem rendelkező között egy plusz dolgot jelent. Ha te rendelkezel védettségi igazolvánnyal, akkor lehet, hogy téged foglak felvenni, csak azért, mert valószínű átestél a víruson, valószínű beoltattad magad, és akkor nem várható az, hogy a továbbiakban te megbetegszel, vagy kisebb az esélye pontosabban annak, hogy te a továbbiakban megbetegszel, betegszabadságra vagy táppénzek kell, hogy küldjenek. De nem lehet feltétel a védettségigazolvány ki előírása egy adott munkahelybe töltésénél. De akkor azt lehet mondani, hogy egy állásinterjú kapcsán mondjuk jelenthet plusz pontokat az, hogyha valaki rendelkezik védettségigazolvánnyal. Így van. Hogyha már munkavállalók esetében van itt maga ez az egész leszűkítve, nézzünk egy-két speciális esetet, ami azért mégiscsak sok ember számára fontos kérdés. Nagyon sokat hallottunk mostanában a pedagógusok kapcsán magáról, az oltásról, oltakozásról. Be kell leoltani a pedagógusokat, nem kell beoltatni a pedagógusokat. Ugye az ő szemszögükből talán annyiba fontos ez a kérdés, mert hogy nagyon sok gyerekkel dolgoznak, és egy bizonyos kor alatt ugye nem is lehet elvárni a gyerekektől, hogy be legyenek oltva, mert nem kaphatják meg az oltást. A pedagógus esetében sincsen akkor meg ez a fajta dolog, hogy akkor őt is kötelezni lehet, vagy kötelezni kell arra, hogy beoltassa magát, szóval ott se állhat fönn ilyenfajta eset. Abban az esetben, hogyha a munkáltató az oltásokat megelőzően felmérést végzett arra, kockázat elemzést végeztetett arra vonatkozóan, hogy az adott munkakör milyen kockázata jár a fertőzés, illetőleg a fertőzöttség tekintetében, és hogyha ez egy magas kockázatot jelent, akkor kötelezheti a munkavállalót arra, hogy oltassa be magát, hiszen ez illetőleg hát nem az, hogy kötelezheti, mert kötelezni senkit nem lehet, de felhívhatja figyelmét arra, hogy oltassa be magát, hiszen ez az ő érdeke is, nem csak azok az emberek, akikkel ő nap mint nap találkozik. Tudomásom szerint egyébként a pedagógusoknál ez nem lehet előírás, vagy itt nem volt ilyen előírás, hogy a pedagógusoknak kötelező beoltatni magukat, vagy magas a kockázatuk. Ugye kötelezőségről csak a köznyelvből beszélhetünk, tehát jogilag nem kötelező. Vannak azonban olyan munkahelyek, például gondoljunk az egészségügyi dolgozókra, ahol azért ez egy nagy kockázattal járó feladat, amit ők végeznek, hiszen napi szinten találkoznak fertőzött betegekkel, őnáluk előírás lehet az, hogy akkor végezheted el a munkádat, ha te be vagy oltva, hogyha te felvetted az oltát, és rendelkezel védettséggel, mert csak akkor kerülhetsz kapcsolatba a betegekkel.
Egy munkáltató csinálhat-e olyat, hogy azt mondja a munkavállalójának, hogy nem küldi el, az, ugye, sőt azt most már le is szögezzük, nem küldheti el azért, mert nem akar mondjuk egy oltást fölvenni, viszont azt mondta, hogy átrakja a másik munkakörbe, ahol mondjuk nem találkozik annyi emberrel? Elvileg igen, ez egy munkaviszony jellegű, vagy munkaviszonynak a módosítását igényli, tehát a munkáltató és a tehát a munkáltató és a munkavállalónak a kapcsolatában alakul, a munkáltató dönthet úgy, hogy ebben a munkakörben azért, mert nem vette fel, ezért módosítja a munkaszerződését, és más munkakörben foglalkoztatja, ahol kisebb a kockázat arra, hogy megfertőződjön, vagy esetleg valakit megfertőzzön. Viszont vannak azért olyan esetek, ahol talán hatványozottabb a kockázat, mondjuk olyan munkakörök esetében, ahol külföldre kell utazni, és többszöri határátlépés van mondjuk akár egy héten belül, mondjuk ingázó munkát végez a munkavállaló. Ott abban az esetben mi a helyzet, főleg akkor, hogyha mondjuk egy adott országban elvárják azt, hogy ő neki legyen valami fajta igazolása arról, hogy oltása van, de hogyha ő nem szeretne mondjuk oltást, és éppen ezért nem teti meg ezt a fajta ingázást, vagy mondjuk karantén kötelezettsége van, esetleg mondjuk csak akkor engedélyezik a belépést, hogyha fölmutat hivatalos tesztet, PCR-tesztet mondjuk, akkor abban az esetben milyen lehetőségei, mozgásterei vannak a munkavállalónak, meg a munkáltatónak is. Gondolok itt elsősorban, hogy ezeknek a teszteknek azért van egy költsége, az például kinek kell állnia. Hát ugye a bizony meghatározott országokban való belépés negatív PCR-teszt teszik függővé. Ilyen esetben, hogyha a munkahely küldi ki a munkavállalót, tehát kötelezi arra, hogy ő külföldre utazzon és egy külföldi országban munkát végezzen, vagy ott valamilyen tevékenységet ellásson, akkor a munkáltatónak kell ennek a PCR-tesztnek a költségeit állnia, hiszen ez a munkáltató érdekében történő utazásról van szó. Minden ilyen utazásnak a feltételeit ilyen esetben ugye a munkáltatónak kell megteremteni. Tehát a munkáltató, hogyha megfordítjuk, ezt nem kötelezheti a munkavállalót arra, hogy ha te munkát akarsz végezni az én érdekembe külföldön, akkor a saját költségeden végeztesd el a PCR-tesztet. Ugye nagyon sok országban nem fogadják el még a mi védettségi igazolványunkat, illetőleg nem fogadnak el bizonyos oltásokat, tehát oltóanyaggal történő védőoltásokat, így ugye PCR-tesztnek, a negatív PCR-teszthez teszik függővé az országba való belépést. Ha már itt szóba került a védettségi igazolvány, egy varga betűvel kanyarodjunk el arra felé is. Maga a védettségi igazolvány talán lehet azt mondani, viszonylag nagy port kavart akár a közbeszédben, akár a különböző közösségi platformokon vita alakul ki, és valószínűleg nagyon sokan még azt se tudják, hogy mit, hol és hogyan lehet ezt használni. Egyik ilyen kardinális kérdés az, hogy hol és miféle módon kérhetik el ezt a védettségi igazolványt, és hogy személyi igazolványt el lehet-e mellé kérni. Mondjuk például egy étteremben elkérhetik el a személyi igazolványt a védettségi igazolvány mellé. Ugye ezt jelen pillanatban a kormány rendeletek szabályozzák, hogy a védettségi igazolványt milyen helyeken kell használnunk, illetve milyen helyeken kell felmutatnunk. Ilyenek például a sportcentrumok, fitnesstermek, éttermek, szórakozóhelyek. Ezekben az esetekben a szórakozóhely üzemeltetője, akár a fitnessterem üzemeltetője a védettségi igazolványt elkérheti. Illetve ugye annak a felmutatásával tudunk ide belépni, mivel a védettségi igazolvány nem egy arcképes igazolvány, és csak a személyi adatainkat tartalmazza, ezért ugye az minden esetben a személyi igazolványon együtt érvényes. Tehát, hogyha mi egy ilyen szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor a szolgáltatás üzembetartója, tulajdonosa, aki ott van, elkérheti tőlünk a személyigazolvánnyal együtt ezt a védettségi igazolványt, mi kötelesek vagyunk a személyigazolványt is felmutatni. Tehát akkor nem mondhatjuk azt, hogy mi nem mutatjuk be a személyigazolványt. Nem. Mint a két igazolvány együtt érvényes, tehát együtt tudjuk csak bemutatni. Akkor a védettségi igazolvány terén talán akkor így sikerült most tisztában látnunk, viszont még egy pár pillanat erejéig kanyarodjunk vissza a munka világába. Ugye az elmúlt időszak kapcsán a home office maga, mint kifejezés, meg egyébként, mint foglalkoztatási forma is talán valamelyest előtérbe került, viszont most már nem feltétlenül javasolják a home office. Persze vannak olyan munkahelyek, ahol ez megmaradt, viszont nagyon sok helyen visszaálltak a jelenléti munkavégzésre. Mi a helyzet akkor, hogyha a munkavállaló azt mondja, hogy ő nem ért egyet ezzel a jelenlegi helyzettel, és sokkal jobban érezni magát, sőt biztonságban érezni magát, hogyha otthon maradhatna. Ő megteheti ezt, vagy van erre valamilyen fajta mód? Vagy esetleg, hogyha ő azt mondja, hogy ő otthon szeretne maradni, de a munkáltatója meg azt mondja, hogy ez nem működik, akkor mi történik?
Ugye, amikor elkezdődött ezek az egész pandémiás helyzet, akkor ugyanitt beszélgettünk arról, hogy milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak az otthon dolgozásra, a home office-ra. Most, hogy véget ért valamilyen szinten ez a pandémiás helyzet, a kormány, legújabb kormányrendelet, ami megjelent ezzel a témával kapcsolatban, már leszögezte, hogy állítsák vissza a jelenléti munkavégzést, tehát a személyes munkavégzést, a home office vagy az otthoni munkavégzés ilyen formában már nem támogatott. Ettől függetlenül maga a home office, tehát ez az otthoni munkavégzés rendszer a munkatörvénykönyvében is szabályozva van, és nem csak most a pandémiás helyzetet tekintettel, hanem ez már egy sokkal régebbi szabályozás, csak kevésbé alkalmazták a munkavilágában. Ugye most visszaáll minden a régi rendszerbe, tehát a munkavállalók be tudnak járni dolgozni, mert vagy védettségigazolvány, vagy oltás, vagy nyilván a munkavégzésük már személyesen oltható meg. Nem kérhetik a munkáltatót, hogy ők továbbra is szeretnének home office-ban maradni, de ez már nem a pandémiás helyzete való tekintettel történhet meg, hanem arra, mert a munkáltató és a munkavállaló így döntöttek egy közös megegyezéssel, hogy a munkavállaló továbbra is az otthonából fogja a munkát végezni. Hát itt nagyon sok minden szóba került az elmúlt percekben munkáltató és munkavállaló részéről. Mi hogyan működik akkor a munka világába, így, hogy mostanában a védettségigazolvány, vagy maga az oltás ugye egy igen fontos szempont. A munkáltató milyen módokon ösztönözheti a munkavállalóját, vagy ösztönözheti egyáltalán arra a munkavállalóját, hogy oltassa be magát? Mondhatja azt, hogy ő ad érte valamilyen fajta plusz juttatást, netán plusz szabadságot, kafetériát, stb. Szóval van valami fajta eszköz a munkáltató kezébe ilyen téren? Hát természetesen van, a munkáltatóknak kell ezt mindig eldönteni, hogy mennyire szeretnék azt, hogy a munkavállalóik ilyen módon is védettek legyenek. Nyilván adhatnak szabadnapot az oltásra, illetőleg az oltás mellékhatásainak a kipihenésére, egyéb más módon, tehát ezt mindig az adott munkáltatónál érvényben lévő szabályzatokat állozzák meg, hogy milyen plusz juttatásokat adhatnak. Természetesen ez nem kötelező, semmilyen jogszabály nem írja elő azt, hogy a munkavállalót ezért szabadnapba, vagy plusz szabadsággal, vagy bármivel jutalmazni kellene, mert ő felvette a védőoltást. Dr. Hetzer Berenet, köszönjük szépen. Köszönjük a segítséget. Szépen. Évek óta nem kér önkormányzati hozzájárulást a Barcs Tech szociális foglalkoztató, stabilan teljesít a cég. Összesen 40 dolgozónak adnak munkát, köztük több megváltozott munkaképességű embernek is. 2017-ben direkt szerződést kötöttek egy német játékgyártó céggel, aminek köszönhetően folyamatos nyereséget termel a cég. Újabb szállítmány érkezett a Barcs Techhez. Az átvétel után kezdődhet a munka, készülhetnek a gyermekek által kedvelt fából készült cumiláncok, csörgők, rágókák készítése. A hosszú évek óta működő Barcs Tech szociális foglalkoztató non-profit közhasznú Kft. Közel 40 főnek ad munkát, mindezt közérdekből. A Barcs Tech Kft.-nek két fő tevékenységi köre van, amit a közhasznúság jegyében végez. Az egyik a varrodai részleg, ott a munkaruházat gyártásával foglalkozunk. A munkaruházat gyártásában részt vesznek megváltozott munkaképességű személyek és nem megváltozott munkaképességű személyek így vegyesen. A másik munkacsoportunk a játékösszeszerelő részleg, ahol jelen pillanatban is állunk. Itt pedig játék alkatrészeit dobozokban, csomagokban megkapjuk, majd ezeket feldolgozva kiosztjuk a játékot gyöngyfűzés néven ismerik a városban több helyen, és ezeket a kis golyócskákat ilyen játékként fogják utána készre gyártani a dolgozóink. A foglalkoztatóban készült termékek nem saját áruként kerülnek a piacra, a termékek előállítását bérmunkában végzik. Több vállalattal állnak partneri kapcsolatban, így a termékek direkt értékesítése nem a Barcs Tech feladata. 2017-ben azonban jelentős változás lépett életbe a cég játék összeszerelő részlegét tekintve, mely nagy előrelépés a foglalkoztató életútjában.
Eleinte bérmunkába végeztük alvállalkozóként ezt a tevékenységet, majd 2017-től a német partner lelátogatott telephelyünkre, és itt megkötöttük az egyenes vállalkozói szerződést, ami azt jelenti, hogy már nem alvállalkozóként, hanem fővállalkozóként végezzük a játék összeszerelést, de továbbra is bérmunkát, tehát a termékek nem saját termékeink, mi az összeállításban veszünk aktívan részt. A közfoglalkoztatónál az elmúlt években minimális volt a munkaerővándorlás, a munkahelyváltoztatás. Sokan hosszú évek óta alkotják a csapat szerves részét, az állomány nagyjából azonos volt az évek folyamán. Amikor átvettem 2012-ben a céget, akkor 15 fővel vettem még át, azóta volt 50 fő is, most jelen pillanatban 40. Én azt látom, az elmúlt 4 évben már stagnálunk, a vállalásunk az a maximumhoz ért tulajdonképpen, így hát lényegesebb létszámfejlesztésre sincs már lehetőségünk. A 2020-as év egészen eltérő volt az előző évhez képest, komolyabb beruházást nem tudott megvalósítani a cég. A cél inkább az volt, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a cég dolgozóinak, az esetleges megbetegedések elkerülése véget. A 2021-es év azonban sokkal jobban indult, új eszközök, korszerűbb géppark áll a munkavállalók rendelkezésére. Az idei év során, 2021-ben viszont már változott a helyzet, a meglévő vagyonunkból termelés hatékonysága érdekében komolyabb, speciális gépeket vásároltunk. Ezek ugye azért fontosak, mert a hatékonyságot tudjuk növelni. Másrészt pedig a közhasznú társaságnak egyik legfontosabb feladata, hogy a megtervelt javakat, azokat visszaforgassa a működésbe tulajdonképpen. A megtermelt javak visszaforgatásával stabilan működő cég jött létre, amely folyamatosan képes biztosítani a termelést és a munkabérek költségét is. Nem kis feladat ez, a nyerességesség eléréséhez sok munkára és kapcsolati tőkére volt szüksége a cégnek. A közhasznúságnak az egyik legfontosabb működtetéséhez mi évről évre, 9 éven át a Budapest Főváros Kormányhivatalához, Rehabilitációs Hatósághoz pályázatot nyújtunk be. Ezzel biztosítjuk a megváltozott munkaképességű személyek bér- és járuléktámogatásait. Ezáltal biztonságosan tud működni a társaság, hiszen a meglévő létszámunknak a bére az tulajdonképpen már biztosított. Ehhez kapcsolódik a német partnerrel kötött szerződés, amely egy komolyabb ívet adott a bevételi görbének. Ezzel megalapozottá vált a társaság pénzügyi stabilitása. A Bartstexnél az egyik legfontosabb célkitűzés azonban nem csak a nyerességes működés. A megváltozott munkaképességűeknél tudni kell, hogy ők kiszorultak a munkavilágából, és mi, mint védett foglalkoztató, igyekszünk számukra egy olyan munkakörnyezetet biztosítani, amelyben a képességeiknek megfelelően végzik a munkát, így aztán szívesen jönnek ide hozzánk nap mint nap dolgozni. Érezhető is a munkavállalók között a közösségi szellem erős jelenléte. Van, aki 13 éve része a csapatnak, a dolgozók szívesen állnak a varrógép mögé, és szívesen töltik el együtt szabadidejüket a foglalkoztató falain kívül is. Én 2008 óta dolgozom a Bartstexnél, varrónőként kezdtem, és tavaly április 1-e óta vagyok szalagvezető. Sokkal több a felelősség, sokkal több a munka, legalábbis én így érzem. De amúgy szerintem egy nagyon jó társaság vagyunk, összeszokott csapat, számíthatunk egymásra, úgyhogy nincsen semmi probléma, mindenki segítette a munkámat. Nagyon jó a csapattal együtt dolgozni, mert tényleg, hogy számíthatnak egymásra az emberek. Addig, amíg nem volt ez a vírus helyzet, addig voltunk kirándulni az előző években. Igazából szülinapozunk, névnapozunk, megköszöntjük egymást minden, úgyhogy én úgy gondolom, hogy elég családias a légkör. Hát itt töltjük az életük nagy részét igazából. A koronavírus világjárvány első hullámában a Bartstex dolgozói ajánlottak fel 200 darab saját maguk által készített szájmaszkot az önkormányzat részére. Az elhivatottság egymás és mások megsegítése alapfilozófiája a közhasznú foglalkoztatónak. A cég tehát stabil lábakon áll, melynek alapjai a kemény vezetői munka és a dolgozók lélek jelenléte. A BVSE vízisport és túra szakosztálya az idei évben többször halasztotta már a szezonnyitó drávai kenotúrát, ám a nehézségek ellenére végre vízre szállhattak a barcsi hajók. Újdonság, hogy az idei évben a diákokat is megismertetik a túra útvonalak szépségeivel és a dráva sajátosságaival.
Idén kissé nehézkesen ment a BVSE vízisport és túra szakosztályának a különböző engedélyek beszerzése a járványhelyzet alakulása miatt, így a szezonnyitó evezést is több ízben el kellett halasztani. Végül május 15-én került sor a szezonnyitásra. Van olyan tagunk, aki délutánonként hetente kétszer-háromszor lejön, és akkor kajakozik vagy kenőzik. Aztán van olyan, hogy baráti társaságok itt a tagságból összeállnak, és akkor azt mondják, hogy akkor eveznek egyet, kerékpároznak egyet. Gyakorlatilag szabadon megy mindenki a tagságban, mert nem sportegyesület vagyunk, nem versenyzünk, hanem pont az, hogy a szabadidő hasznos eltöltése, vagy a drávának a használata az, amire alakult ez az egész. A szakosztálynak jelenleg 32 tagja van, bár a kenutúrákhoz más is szabadon csatlakozhat, az elsődleges szempont nem a turisztikai célú tevékenység, hanem a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése. Egy kenuba 2000 forint plusz 500 forint a beülés, és akkor az befizeti, akkor jöhet velünk. Illetőleg van ilyen, hogy szállítási költség meg túravezetés, hát ez meg ahányan vagyunk, azt szoktuk szétosztani. Tehát mi nem kereskedünk, ezért gyakran keresnek minket vissza, és szoktuk utasítani, hogy köszönjük szépen, nem, mi nem ebből élünk. Ha éppen van valaki ráérő, akkor szívesen elviszünk bárkit evezni. A szakosztály bérben nem ad hajót senkinek, mivel a kezdők könnyen kárt tehetnek saját testi épségükben, vagy éppen az eszközökben. Túravezetői rendszer működik, tehát a tagság 11 túravezetői vizsgával rendelkező tagjainak valamelyikével szállhatnak vízre az érdeklődő, ám még tapasztalatlan vízitúrázók. Azért diákoknak hirdettük meg, mert hiába van barcs a Drávaparton, a Drávától félnek a barcsiak. Meg mindenki meghallja, hogy Dráva, akkor ez veszélyes víz, rafting víz. Nem nagyon hozzák le a gyermekeiket. A másik meg az, hogy úgy voltunk vele, hogyha a fiatalok jönnek, mert azért mi most már, akik a szakosztályban vagyunk, azért van, aki már 20 éve lassan, tehát azért kezdünk kiöregedni, és valahogy az utánpótlásra is gondoskodni kell, hogyha a fiatalok nem ismerik meg, hogy mit lehet itt csinálni, akkor nem jönnek a szakosztályba se, tehát mi majd kinek adjuk át a lapátot. A környék nagyon jó adottságokkal rendelkezik a túrasport szempontjából. A Dráva hatalmas kincs, továbbá kis forgalmú utak futnak a térségben, valamint Ungvári Zoltán elmondása szerint 200 kilométert el lehet biciklizni a környékbeli erdőkben anélkül, hogy az embernek poros lenne a lába. Egy topos pályázat most arra nyújt lehetőséget, hogy ezen előnyöket a helyi diákok is megismerjék, mindenfajta költségtérítés nélkül. Május 29-én lesz az első csoport, aztán a következő héten három csoport, aztán a következő hétre is már vannak érdeklődők, tehát igazából mi ezt megbeszéljük, mivel most kaptuk meg az engedélyt, innentől kezdve az iskolába bizonyítványosztás az június 14-én, 15-én van, tehát még előtte fogják ezt megcsinálni, illetőleg ősszel megint lesz egy ilyen lehetőség, és akkor bízunk benne, hogy akkor akik most élvezték a dolgot, akkor azt mondják, elmondják a többieknek, és ők is jönnek, és akkor hát, ha lesz egy pár fiatal, aki azt mondja, hogy na jó, hát akkor én szeretnék többet is evezni. A lehetőség nem újdonság, volt már példa hasonlóra korábban is. A pályázat elsősorban középiskolások részére áll nyitva, mivel az evezés igényel némi fizikai erőt is, ami megközelítőleg 15 éves kortól áll rendelkezésre. A pályázat keretein belül evező iskolások a tervek szerint még a hónapban vízre szállhatnak. Mi alapból úgy szervezünk túrát, hogy saját magunk megyünk, illetve a barcsiak jönnek velünk, de hát most már egyre többen jönnek külsősök is, akik részint, hogyha mi megyünk túrázni, akkor velünk jönnek, becsatlakoznak a meghirdetett túráinkra, illetve van olyan is, hogy a mi szakosztályunkat kérik meg, hogy csináljunk nekik egy túrát, és akkor jöhetnek külső csoportok is, hogyha éppen nem használjuk a hajókat, akkor vezetünk másnak is túrát. Akik érdeklődnek a vízisportok, valamint a túrázás iránt, a vizitúrabarcs.hu weboldalon még több információt megtudhatnak a szakosztály tevékenységéről, továbbá a naptárban a tervezett túrák időpontjait is megtalálhatják. Hosszú szünet után kívül is belül is megújult köntösben várja a látogatókat majd a Dráva közérdekű múzeális kiállítóhely. A tervek szerint június elejére befejeződnek az épületben most is zajló munkálatok. Az új külső után a Kubinyi Ágoston programnak és az önkormányzati önrésznek köszönhetően részben megújul az épület belseje is.
A Dráva közérdekű múzeális kiállítóhely előtti tér a közelmúltban teljesen új köntöst kapott. Az intézmény előtt helyet kapott egy kisebb park, valamint itt foglal helyet a város legújabb köztéri alkotása, egy Petőfi Sándort ábrázoló bronz szobor is. A járványügyi intézkedések lazulásával a térre élet költözhet, de a kiállítóhely nem nyitja meg a kapuit. Felújítás zajlik az intézményben, új köntöst kap a földszinti kiállítótér. Az elmúlt évben lehetőségünk nyílt arra, hogy a kiállítóhely földszinti kiállító terének a padozatát kijavítsuk, illetve kicseréljük. Erre adott lehetőséget 2020-ban megnyert Kubinyi pályázat, ami pályázati pénzből és önkormányzati önrésszel 6,5 millió forintnyi beruházással valósul meg, ami tulajdonképpen a belső falazat szárítása és a padozat cseréjét foglalja magába. Az épület eredeti funkcióját tekintve magtárnak épült. A múzeum 1979-es alapítását követően parketta került az akkori intézmény legtágasabb kiállítótermének padozatára, ám az évek alatt ennek minősége erősen megromlott. Folyamatosan problémát jelentette mellett az épület vizesedése is. Abban az időben, amikor ezek az épületek készültek, akkor a magtárak nem kaptak alapot. Így aztán az alap hiányában, illetve az a tény, hogy ez egy ártér volt, és nem kell sokat lemenni méterbe, hogy vizet találjunk ezen a területen itt Barcson, tehát vizesednek a falak, és ezt kellett orvosolni, illetve az a parketta, ami lelettéve az 1979-ben került lefektetésre, kopott volt már, törött volt már, repedezett volt már. A kiállítóhely épületének homlokzatát a kültéri munkálatok alkalmával részben leverték, majd újravakolták. A jelenlegi külső festés során a kivitelezők az eredeti állapot visszaállítására törekedtek, ám ez a falak belső felületének vizesedését nem, vagy csak részben oldotta meg. A jelenlegi munkálatok erre a problémára is próbálnak választ nyújtani. Az eredeti fal, belső fal le lett verve tégláig, és utána egy új pucolást kapott, aminek a habarcsába olyan vegyi anyagokat kevertek, ami a falazat szárítást elősegíti. Az elmúlt évek a parkettán is hagytak nyomot, ami nem is csoda. A megszámlálhatatlan kiállítás alkalmával többször vizsgázott a padozat. Volt, hogy trabantot, vagy épp egy várvédő ágyút helyeztek el a mára teljesen kiszolgált parkettán. Az eredeti padlót szerettük volna, fapadlót visszaállítani, erre azonban sajnos nem volt lehetőségünk, így mészkővel lesz beborítva. Aki esetleg szeretné megnézni, hogy milyen lesz, azt tudom neki mondani, hogy olyan, mint a polgármesteri hivatal házasságkötő termének a lépcsője, illetve a teremnek a belső részén, ami található, tehát ez a porózus, jól szellőző, légáteresztő kő. A tervek szerint a kiállítóhely földszinti nagyterme június első hetére már új fényében pompázik. A munkálatok befejeztével a látogatók újra megtekinthetik az intézmény állandó kiállítását, de a Dél-Dunántúli Regionális Vízügyi Igazgatóság új tárlata is debütál majd, valamint a már említett nagyteremben a későbbiekben a helyi tűzoltóság jubileumi kiállításának munkálata is megkezdődnek majd. Ez alkalommal ennyi fért Barcsi krónikánkba, lássuk főbb témáinkat még egyszer röviden. A lazítások ellenére nem nyitotta meg kapuit a Dráva közérdekű múzeális kiállítóhely, felújítják az épület belső tereit, június elejére tervezik a nyitást. Meccsre, étterembe, szálláshelyen ki és milyen igazolványt kérhet el? Milyen tapasztalataik vannak a szolgáltatóknak a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban? Ha a dolgozó nem oltatja magát és kiesik a munkából, azt sokszor a foglalkoztató pénztárcája bánja. Kit mire kötelezhet a munkáltató? Jogászt kérdeztünk a témában. Újdonságokkal indult az idei vizitúra szezon. Már a diákokat is várja a Dráva egy sikeres pályázatnak köszönhetően, de az egynapos túrákat is egyszerűbben bonyolítják a szervezők. Évek óta stabilan számíthatnak a Bacstex Kft-re a megváltozott munkaképességűek a városban. Az önkormányzati tulajdonú cég működéséhez hosszú idő óta nem kell plusz támogatást adni a városnak.
Friss híreinket megtalálják honlapunkon a www.barcsihirek.hu oldalon, ahol műsorainkat is visszanézhetik. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is a friss Barcsi Krónikában. A viszontlátásra!